összehúztam a horgászbotom és az etetőbotom, 83 méterre akasztottam ki a klipszet, és most fogok csinálni egy alapozó etetést, melynek az összetevője a lemon dream etetőanyag lesz, és egy kilós kukorica. Ezt fogom bejuttatni egy nagy bordás kosárra, és majd rá fogok horgászni metóddal. A metód kosárba kettőféle kajával készülök a mai napra. Az egyik az extrém friss etetőanyag lesz. Szerintem az utóbbi időben egy kicsit elfeledett lett ez az etetőanyagunk. Nekem nagy kedvencem a mai napig. Pelletből pedig a 2-es és 4-es Monkey pellet lesz metódkosárba betöltve, és akkor majd ezeket fogom, ha kell, különféle fluorsprékkel fújkálni, variálgatni, és akkor megnézzük, hogy sikerül-e eredményesnek lenni a mai nap folyamán. Most pedig összerakom az alapozó etetést, és mehet be. Ugye, egy zacskó lemon dream etetőanyag, és hozzáteszek a kukoricából, és ezt egy picit nedvesebbre fogom bekeverni, tehát nem horgászni szánom most kosárba, és pont azért csinálom nedvesebbre egy picit, hogy ahogy beér a vízbe, egyből húzza le a csíkot, amit én el szeretnék érni. Ezt most összekeverem. És teszek hozzá vizet. Ugyan nagyon profik ezt ilyenkor egy fúrógéppel összekeverik. Nekem most ilyen nincs, úgyhogy én belenyúlok kézzel. Megpróbálom minél jobban átforgatni, hogy az etetőanyag mindenhol szívja meg magát. Ne legyen ilyen száraz, mint amit látszik is a kezembe az előm. Még teszek hozzá vizet. Ez úgy gondolom, hogyha nagyon megy a hal, ez az etetőanyag mennyiség akkor is elegendő lesz a mai napra. Ezt fogom bejuttatni a halaknak. Így fog kinézni az alapozó etetés. Alapozó etetésünk kész, most pedig egy pelletet fogok összerakni. Még mindig a mai napig nagyon sok kérdés érkezik hozzám a pellet bekeverésével kapcsolatban. Így most csak ezért mutatom be. Ez a legtöbbeteknek szerintem nem okoz problémát. Nagyjából egy fél zacskónyi 2-es Monkey pelletet raktam bele ebbe a kis edénykébe, és ehhez teszek vizet. Én úgy szoktam bekeverni, hogy nem teljesen lepi el a pelletet a víz, és ez majd szépen megszívja magát. Ezt le fogom zárni a tárolóedénynek a tetejével, és mikor elkészült a 2-es pelletem, akkor ehhez hozzá fogok tenni egy maréknyi 4-es Monkey pelletet, így két szemcseméretből fog állni a csalogatóanyagom, ami ez esetben ugye a pellet, és ezzel a bekeverési móddal el fogom érni azt, hogy mégis tapadós lesz, de szét fog hullani szemcsékre a pelletem. Úgyhogy én most ezt hagyom is pihentetni. Megpróbálom ezt így rányomni. Tökéletesen megvan. Még egyszer kicsit összerázom, amire még azért érdemes figyelni, hogy pár percenként még nem áll össze a pellet, azért érdemes összerázogatni. Jó, én most pihen, és akkor most nekiesek az extrém frissnek a bekeveréséhez. Így beleszórom a teljes zacskóba, és nagyon vigyázni kell a bekeverésével, nagyon sokan el szokták rontani, hiszen ez egy nagyon magas hallisz tartalmú etetőanyag, tehát itt fokozottan érvényes az, hogy tényleg csak óvatosan,
apránként adjuk hozzá a vizet, és ezt legalább majd negyed óráig fogom pihentetni, mielőtt át fogom rostálni. Én nagyon fontos, hogyha versenyhorgászatról van szó, ha hétköznapiról, mindenféleképpen rostáljuk át az etetőanyagot a minél homogénebb állag eléréséért. És majd, hogyha ezt átrostáltam, egy kis 4-es monkey pellettel fogom még picit tartalmasabbá tenni az etetőanyagot. Én úgy gondolom, hogy első adagnak ez így bőségesen elég. Most még egy kicsit áll az etetőanyag, addig bejuttatom az alapozó etetésem, utána már csak a átrostálás marad, és mehet a horgászat. Menjünk, etessünk be! Az etetést megcsináltam, botjaimat felszereltem, ez idő alatt az extrém friss tökéletes állagúra állt, és az utolsó mozzanat, amit tennünk kell ezzel az etetőanyaggal, az az átrostálás. Én most egy 4 mm-es lyukbőségű rostán fogom áttörni ezt az etetőanyagot. És így lesz a tökéletes, homogén állagú metód anyag. Ha Ádám egy kicsit közelebb jön, akkor így látjátok, hogy milyen ez az etetőanyag, így, és lesz majd viszonyítási alap, hogy milyen, mikor áttöri az ember. Ez gyorsan mindjárt meg is mutatom nektek. Tehát így néz ki az etetőanyag áttörés után. Éppen halat fárasztok, és ezt nem máshol teszem, mint a lakóhelyem közelében található Verbatanyán. Igaz, hogy közel van hozzám ez a tó, de nagyon kevésszer voltam itt horgászni. Ha jól emlékszem, februárban, jégolvadás után, illetve az előtti alkalommal vagy 2 éve, és a tónak ezen a hátsó részén még soha nem horgáztam. Így nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy mit sikerül a mai napon majd fognunk. Az alapozó etetés elvégzése után nem sokkal meg is érkezett az első kapásunk. Egy erőteljes, húzós, olyan igazi pontyos kapásra jelentkezett ez a hal. Extrém friss etetőanyag volt a metód kosárban, és egy 10 mm-es switch wafter. Az időnk mai napon nagyon szépen napsütésesnek indult, de elborult, szerintem esőt is fogunk ma kapni, úgyhogy tényleg egy igazán változékony időjárásban megnézzük, hogy mit sikerül majd fogni. Tartsatok velem ebben az epizódban, és horgásszunk egy jót! Viszonylag gyorsan meg is jött az első halunk. Egy szép kis tükörpont. Engedem is vissza minél gyorsabban, és remélem, hogy a mai nap folyamán még követi őt pár hasonló társa.
elkezdtem kicsit variálni, hiszen az első kapásunk után most egy órás csend következett, és feltettem egy szilikon csontit a fizz ízesítésből, narancssárga színűt, és a lemon dream etetőanyagot, amit szórtam, azt tettem bele a metód kosárba, és körülbelül 10 másodpercet volt bent a cucc, és el is húzta egy ponty. Ezt ki fogom próbálni a következő kapásnál, vagy kapásnál, dobásnál, még az nem biztos, hogy lesz kapás. És hogy ha esetleg jönne rá több jelenkező, akkor lehet, hogy ez lesz a mai napnak a kulcsa. A gumis kosár nagyon szépen kifejti hatását, teszi a mi a dolga. És a kis tízes MVG szakán nélküli horog. Szerintem a mai nap folyamán sem fog cserben hagyni. Itt a második pontjunk, ő is egy szép kis tükrös, igazán jó élmény az ilyen halakat féderbottal fárasztani. Ő is egy verbatanya lakó, engedem is vissza, és nézzük, hogy jön-e társa még. Úgy néz ki, sikerült az etetésem mellett találni egy olyan pontot, ez körülbelül egy olyan 3-4 méterre lehet, ahonnan, ha beér a kosár, a kapás 10 és 40 másodperc között jelentkezik, ő pedig egy igen izmos hal. Kíváncsi vagyok, hogy mit sikerült akasztani. Nagyon jó eddig a pece, gyerekek. És most megint a Lemon Dream etetőanyagot tettem a metód kosárba. Eddig ennek az etetőanyagnak 2-1 a szénhidrát javára az arány, az állás. Felszerelésemről egy pár szót ejtenék, amit mai nap folyamán használok. Ugye a bot, ami a kezemben van, ez a 3 m 90 cm Guru Aventus. Nagyon imádom ezt a párcát. Nagyon sok szép halat sikerült már vele fogni, és sosem hagyott cserben. Ugye rajta a kis 50-es dajva orsó. A főzsinórom az 22-es, és dobó előtétnek a Guru Shieldet használom 30-as méretben, hiszen ezen a tavon a szabályzatban benne van, hogy tilos a fonott dobó előtét. És egyébként is én már nagyon gyakran ezt a előtét zsinort használom dobósorgászathoz, hiszen közel olyan a tulajdonsága, mint a fonotnak, tehát nem nyúlik, és ami még nagyon fontos, nekem legalábbis, a többi dobó előtti zsinórhoz, hogy nem burkásodik. Nagyon meg vagyok elégedve,
Egyébként ez 3 méterben létezik a shield, 28-as, 30-as és 33-as. Én most a 30-as méretét választottam. És jó döntésnek bizonyult, hiszen ezt a 83 métertől 95 méterig horgászok. És nagyon könnyen tudom dobni. Itt vannak velem az engésbotok is, 360-as és 330-as méretben. Őket azért hoztam, hogyha a benti táv egyáltalán nem működne, akkor itt kényelmesebben tudok a part közeli zónában horgászni. Ugye, mint látjátok, egyszerre csak egy bottal horgászok. Én úgy vagyok vele, ha eszik a hal, akkor bőségesen elég. A kettő még akár zavaró is lehet. Metódkosaram, amit az esetek 90%-ában láttok nálam, az nem más, mint a Guru Hybrid. Ezt a fekete gumis szárral szereltem fel, és ezt használom a mai horgászatom során. Hopp, és ő is egy tükörponty. Nem nagyobb, mint az előző, kijövök meg a ládáról, az ernyő alól. Hiszen hol le kell engednem az ernyőt, hol fel kell húznom, nagyon változékony az időjárás. Még talán kicsit kényelmesebb. Jó erőben van. És megvan. Itt a harmadik halunk. A botot leteszem. De szép színe van. Megmutatnám nektek a harmadik halunkat, ha ő is akarja. Nagyon szép a színe, bár azért látszik rajta, hogy már kapott az élettől. Azért rendesen szétszaggatták szerencsétlennek a száját, illetve a farokuszonya is meg van sérülve. Nem is értem, hogy miért nem lehet vigyázni amúgy a halakra. És itt van ő. Nem is kínzom tovább, engedem vissza. Menjen. Hát közel sem olyan könnyű a nap, mint ahogy én azt előzetesen megálmodtam. Valamiért nem úgy eszik a hal, ahogy kéne egy ilyen hidegfront betöréstél.
negyedik pontyomat fárasztom. 11 óra van. Hát bő másfél óra telt el úgy, hogy egy-két keszeg és kárász megfogásán kívül nem igazán volt értékelhető eredmény. Nem is nagyon etettem, hiszen a pontyoknak a jelenlétét látom azért, de valamiért nem úgy esznek, ahogy kéne. És most azt csináltam, hogy az etetőbottal egy 15 bordás kosárnyi kaját megint betettem, és akkor ráfrissítettem. Ahogy beért a cucc, szinte azonnal eltekerte, és most levettem a gumicsontit, visszatettem egy 10-es méretű switch waftert, és a Lemon Dream etetőanyagot az Extreme Fish kajára váltottam. Na, megnézzük, hogy mi történik. Elhúzta. Majd a nap végén levonjuk a konzekvenciákat. De igazából én örülök minden kapásnak, hiszen jót szórakozunk. Az idő is olyan vészes, és most ment el. Hát, sajnos elment a halunk, nem baj, visszadobom, és hát, jön még. Megérkezett az újabb kapás. Azt vettük itt észre, hogy amikor nagyon esik az eső, akkor szinte olyan, mint hogyha üres tavon ülnénk. Se egy túrás, se egy ugrás. És amint abban marad, azonnal megélénkül a víz. Elkezdjük látni, hogy mozognak a halak. És most is, hogy megállt az eső, gyorsan csináltam egy frissítést. És szinte azonnal elhúzta. Érdekes a mai nap, az biztos. Most egy ilyen 8-as mangós airbuster került fel a csali tüskére, és a horog méretet is levittem 12-esre, illetve mivel nem olyan agresszíven táplálkoznak a halak, tehát nem zabálnak, elhagytam ezt a 7-8 centis úgymond bevett előke hosszúságot, és egy 15 cm-es előkét kötöttem. Erre most úgy hirtelen jött két kapás, ugye az előbb elment sajnos a hal. Ez még nem jött ki. Itt a következő pontjunk. Érdekesség, hogy eddig az összes hal az mind tükrös. Még eddig egyetlen egy pikkelyes sem sikerült fognom. Reméljük, hogy azért közülük is sikerül, de ha nem, nekik is örülök, engedem is vissza. Hát nagyon szenvedős ez a mai nap, én ezt tényleg nem gondoltam volna, pedig higgyétek el, hogy mindent megteszek a siker érdekében. De ahogy látom, mások se nagyon fognak körülöttünk. De mindegy, hát ez a kihívás. Abban már azért nem sok élvezetet találok, hogy ha bármit bedob az ember, egyből elhúzza. Abban nem lehet tanulni a későbbiek.
folyamán. Eddig kettő halam ment el. Ez a hetedik kapásom, a ponty kapás. Remélem, hogy kijön. Hát most egy kicsit másabb arcát mutatja a verbatagya, mint amit szerintem olyan nagyon sokan megszokhattak tőle. De nem baj. Az idő is jó lett. Úgyhogy egy igazi kora őszi peca kerekedik ki belőle. Na, kijött az első pikkelyes pontyunk. Volt egy társa, ő kb. Dupla ekkora volt, de a kisforog kipattant a szájából, 12-es méretű. Így visszaváltottam 10-es forogra, hogy látom szegényeknek a szájukat. Nem is csoda, hogy kipattant az a kicsi forog, hiszen úgy szét van tépve. Ő is benne is éppen, hogy csak ült a 10-es méretű szakáll nélküli forog. Hát, ők kaptak itt az élettől, az biztos. Engedem is vissza minél gyorsabban. Képzeljétek el, még körülbelül egy óra hosszányi időnk van hátra a horgászatból, és az elmúlt 3-4 órában eddig több kapásunk és halunk volt, mint szinte egész nap. Tehát a délután folyamára sikerült megtalálnom a kombinációt, amit elhúz, és most már ütemesen jönnek a kapások. A kombináció egyébként, amit most elkezdtem úgy nem is erőltetni, hanem már tényleg így kétségbe esetten elkeseredve. De csak jó lenne még egyet-egyet fogni. Monkey pelletet töltök a kosárba. Aztán bele a csali, és ezt variálom, vagy a switch gumicsonti, vagy pedig a switch 10-es wafter, és ennek a tetejét lezárom lemon trim etetőanyaggal. És amit lezártam, ezt még nagyon bőven az epres fluo sprinkkel le kell fújni, hogy szinte tocsogjon. És így tudok csak halat fogni. Megmondom az őszintét, hogy én még így ezzel a kombinációval nagyon halat nem nagyon fogtam eddig. Tehát, hogyha ez kell nekik, akkor ez kell. Ezért is jók egyébként az ilyen nehéz napok, mert akkor mindig variál, kombinál valamit az ember, hogy tudjon kapást elérni. És ez a későbbiek folyamán egyébként nagyon hasznos lehet, hogy merjünk bátran kísérletezni. Kajákkal, csalikkal. És a siker várhatóan nem fog elmaradni.
a Verbat anya óvodájából egy ponty. Engedem is vissza. Már hál' Istennek a sokadik pontjunk, elmondhatom. Úgyhogy sikerült megmenteni a napot. Engedem. Bemutatnám nektek a mai nap utolsó halát, ezt a gyönyörű szép pikkelyes pontyot, és mindjárt összegzem pár mondatban a mai napot. Nagyon szép halacska, engedem is vissza. Menj haza, koma! Akkor most jöhet a mai napnak az összegzése. Reggel, miután elvégeztem az alapozó etetést, sikerült 2-3 darab pontyot nagyon gyorsan fognom, de azután, ahogy az időjárás elromlott, elkezdett zufogni az eső, már nem sikerült kapást elérnem. Mikor elállt, akkor sikerült 1-2 halat fogni, de ahogy újból elkezdett zuhogni, kapás nélkül ültem szinte egész délelőtt. Délutánra viszont kiderült az időjárás, úgy, ahogy az én kedvem is, hiszen ragyogó napsütés volt, illetve a halak is elkezdtek táplálkozni, és nagyon sok szép kapást, illetve halat sikerült elérnem, illetve fognom. Úgyhogy igazából teljesen elégedett vagyok a mai nappal, jót szórakoztam, és nagyon remélem, hogy velem tartottak a következő részben is. Addig is, sziasztok! Üdvözöllek titeket innen a Verbatanyáról!